A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Széchenyi Terv Plus program keretében rendezték meg Mezőfalván Nagy Sismándon a Szántóföldi Termesztési Technológia Fejlesztése Növénykondicionálással című projekt konferenciáját. Elsődlegesen mehatonikai szabályozás technikai feladatokkal foglalkozunk, ez magába foglalja magát a robotikát, az embergép együttműködés és mindenféle ennek oldalági kísérleti és elméleti vizsgálatai. A másik fontos területünk az optika optomechanikához kötődik, mert itt már sejthető, hogy is miért is kerülhetünk képbe, hogy valamilyen módon ennek a növénynek a felszín feletti kommunikációját segítsük lefordítani valamilyen úton módon. Számos különféle feladat az alkalmazott lézertechnikától elkezdve a klasszikus optikai műszerek fejlesztésével is foglalkozunk. Talán ami kuriózumként kiemelendő az a színlátás, illetve a színtévesztés korrekcióval foglalkozó kutatás időkban szépülőben. Maga a méréstechnika, műszertechnika és finommechanika a tanszékünknek úgymond a legrégebbi időszakokra visszanyúló lába, mégis ez az, ami alapozza azt, hogy hogy is született maga a mechatronika, mint olyan, hogy egy megfelelő, precíziós konstrukció, mint gépészeti berendezés felruházva megfelelő intelligenciával, hogy is képes a ma már rengeteg kényelmet adó berendezési alapját adni. Végezetül pedig egy szintén unikális dolog, ezt nevezzük biomechatronikának, ahol is tanszéki munkatársaink orvosokkal együtt működve végeznek mozgásvizsgálatot, illetve különféle terápiás, illetve diagnosztikai célokra, orvosi műszerek, illetve fejlesztésekhez kapcsolódó elemzéseket. És akkor ezekből építkezve, hogy is kerültünk ide, illetve mit is tevékenykedtünk. Ugye szó esett már a mai napon természetességéből fakadóan egy agrár pályázatban a kulcselem, mi más lenne, mint a növény. Ugye ez a növény valamilyen úton, módon beszélget, illetve mi is beszélünk. Az első számunkra releváns rész, mint műszaki tartalom, hogy hogy is történik ez a kommunikáció a növénnyel, itt azzal a mezőgazdasági erőgéppel próbálnak kapcsolatot teremteni, végül is azt a bizonyos kondicionáló szer sokasságot juttatja a növény számára. Itt az a fő kérdés, hogy az a fajta módszertan, nevezzük kicsit szakmailag nyomás, tömeg, térfogat, áram viszonyok, amik uralkodnak a permetezés folyamat során, végül is miféle értékekkel is bírnak, hogyan változnak, és ugye ebből kifolyólag, hogy is befolyásolják esetlegesen ezt a bizonyos élettartam növekedést vagy fejlődést a növény életében. Ugye ez az a pont, ami áramlás, tehát itt maga a szintén gépészmény karom működő áramlástan tanszék nélkül nem is nagyon szeretnénk tevékenykedni, úgyhogy velük közösen szoros együttműködésben végezik a áramlástani kutatásokat, illetve fejlesztéseket. Ugye a másik, ha már erőgép, ugye valahogy kijuttatja magából azt a bizonyos permetet, úgyhogy a másik fontos vizsgálati tevékenységünk az, hogy ez a bizonyos permet légsugárkölcső hatáshez vajon mivel is bír, hogy is befolyásolja a növénynek a kondicionáló szerfelszívódó képességét, illetve a bejuttatás mechanizmusát mennyire is támogatja, vagy éppen borítja fel. És ugye a másik fontos, ami már ténylegesen a tanszékünkhöz kapcsolódik, ez ugye maga, ez az optikai vonulat. Ugye még egyszer vissza a kiinduló gondolat, hogy a növénnyel mi is beszélünk valahogy, de a növény is beszél hozzánk, már csak az a kérdés, hogy milyen nyelven teszi. Az egyik ilyen nyelv az nem más, mint maga a fény, ha úgy tetszik, tehát különféle hullámhoz tartományokon a növény beszél hozzánk, és már csak azt kell megértenünk, hogy ez a fajta információ mit is jelent.
Ugye ezt a fajta információt gyűjteni lehet, sokféleképpen tudjuk, és az első, talán legcélszerűbb ötlet az az, hogy ha már körülöttünk kering rengeteg műhold, és folyamatos adatgyűjtést végez, akkor miért is ne használnánk már a rendelkezésre álló információkat. Ugye bízunk abban, hogy ezek az információk később kiterjeszthetőek lesznek, és kellő mennyiségű, illetve kellő pontosságú az, hogy mindenki számára könnyebbén vagy könnyebben használható információcsomagot nyerhessenek ki belőle. Ugye maga egy műhold kering körülöttünk, 4-5 napos ütemben elérkezik a tesztparcella köré, elvégzi a megfelelő képenlátást. És ami még fontos ebben, hogy rendelkezésre, bocsátás előtt megfelelő elemzéseket is végrehajt már az űrügynökség azoknál a képeknél, amiket tőlük meg tudjuk szerezni. Hátránya pedig, hogy hát kellő távolságból készülnek ezek a fényképek, tehát nem biztos, hogy az a pontosság, amit ezek a fényképek a rendelkezésünkre bocsátanak, elegendően lesznek számunkra. Mindazonáltal egy Sentinel 2-es műhold adatai az egyik csomag, amivel igyekszünk dolgozni, a másik pedig egy kicsit közelebbről megfelelő drónra felszerelt multiadai hiperspektrális kamerás adatgyűjtés. Ugye a drónok sokkal közelebbről fognak repülni, mint a műholdak, talán még a megfelelő felhőzet és az esetleges szélárnyékjáték se biztos, hogy akadályozza a képek feldolgozását. Viszont a másik, hogy ettől függetlenül egy-egy repülés óriási adatmennyiséget ad számunkra, úgyhogy ami úgymond normál felhasználó elé juttatás során rendkívüli feladat, hogy ahogy látjuk is, mondjuk egy tesztrepülés, hogyha emlékezünk a korábbi képek, hogy a 4 kísérleti parcella részből egy lerepüléséből 20 gigabájtnyi kép készül, hogy ezeket nem árt valahogy összefűzni, egységesíteni, mellé illeszteni a megfelelő további növénykultúrákról készült képeket, úgyhogy a térinformatika bevonásával, illetve a megfelelő adattisztításokkal igyekszünk egy viszonylag használható adatállományt előkészíteni már a döntéshozatalhoz. Ha már döntéshozatal, és ugye a növény beszélgetés, ezekből a spektrális információkból különféle vegetációs indexeken keresztül, tehát egy megfelelő mögöttes matematikai képet arzenálon át lehet különféle információkat kinyerni, amiből mondjuk az egyik a közkedvelt NVDI index, ami valamennyire a növény jólétére utal, és így gyakorlatilag az itt látható hamiszínes képekkel történő reprezentációval mindenféle információt nyerhetnek a szakemberek, és mint szakember én itt gondolnám, adom is át a következő előadónak a szót, aki talán ezekből a számunkra ilyen pirosasabb, mint sárga képekből a megfelelő információkat fogja tudni a növénynek lelki irányából kinyerni. A kísérleti tér kialakítás ez egy óriási kihívás volt. Tehát ugye amikor először kimentünk a területre, mi Martonvásáron az ottani kutatóintézetben ilyen úgynevezett mikro, illetve kis parcellákhoz vagyunk szokva, néhány méter széles, néhány méter hosszú. Itt főleg a domborzati viszonyok miatt nem is láttuk az egyik végétől a másikat, úgyhogy... De azért természetesen nekiálltunk, először készítettünk egy panoráma képet azért, hogy így érzékeljük legalább a látványt, hogy a négy növény, amikor mind egyszerre a területen ott van, akkor az hogy is néz ki, amit is megrögzítettük itt a közepén. Tehát ez egy óriási terület. Ha az ember kísérletezni próbál, akkor hatalmas kihívás, és egyébként ott lehet látni azt a bizonyos megtalált hány tornyot, ami nagy segítségünkre volt. Ugye 108 parcella, ez már elhangzott, de ugye ezek a parcellák különböző kezelőanyagokat, különböző dózisban, különböző kijutatási móddal
kapják meg a megfelelő biostimulátort, és amikor azt mondom, hogy kialakítani a kísérleti teret, az azt is jelenti, hogy azt is végig kell gondolni, hogy az a kijutató eszköz az ne 50-szer kell, hogy végigjárja a területet, hanem a lehető legkevesebb bejárással tudja megvalósítani a kezeléseket. Aztán hova kerüljenek a szenzorok? Ahány pötty, ebből is lehet látni, hogy azért tényleg rengeteg mérési pontunk van, és nagyon sokfajta, tehát már ez is elhangzott, illetve a bejárási irányokat is próbáltuk már jelölni ezen a területen, itt vannak az említett metrológiai állomások, ugye a négy sarkán a területen, illetve a középen. De aztán, ugye megint csak ötvözni a kísérletezést a szántóföldi gyakorlattal. Hogyha oda teszek valamit, ami mérni szeretne egy bármilyen paramétert, és ugye jön mondjuk 1 méter, 1 méter 20 centi magasan egy óriás, a 36 széles, nem is láttam, hogy soha életem van azelőtt ekkora bőszme járvány. És hogy nehogy betakarítsa a meteorológiai állomást, tehát ugye azt is el kellett képzelnünk, hogy mondjuk a művelő eszközök, ahogy majd végig mennek a területen, azok bejárási útjaihoz képest hol helyezkedjenek meg, a Földből milyen magasan állhatnak ki egyáltalán ezek a szenzorok, és ugye ahogy a növény nő és a szenzoraikkal szeretnénk lekövetni ezt a növekedést, olyan oszlopokra volt szükség, amik tolthatóak, vagy valahogy ők is tudnak a növényel együtt nőni, úgy anélkül, hogy amikor éppen jön egy kezelés, akkor ne történjen meg ez a bizonyos baleset. És hát ugye mivel négy különböző növény, eltérő sortávolsággal, ez tovább nehezített a problémát, tehát azért a Gyurival előbb néhány fejtöléses nap után azért megoldottuk a problémát. Aztán ugye ez az a bizonyos spektrális szenzor együttes tartó oszlop, amit a Zoli már bemutatott élőben, hogy ezek különböző területeket látnak a szántóföldről, illetve egyre növekedő növényállományról. Roppantú fontos szerepet töltenek be, hiszen ezek szolgáltatják az úgynevezett földi igazságot a drónos, illetve műholdas felvételekhez. Ugye hasonló tartalmakat figyelnek meg, például az NDVI indexet, amit ugye műholdról, drónról és például az egyik szenzorunk is méri ugyanazt a paramétert, ami azért fontos, mert a Föld közelében mérjük hitünk szerint az igazságot, és hozzá kell, hogy tudjuk hasonlítani azt, hogy amit a drón vagy a műhold lát, az vajon mennyire van köszönő viszonyban azzal, amit itt a Föld közelében felvételezek. Ugye itt vannak ezek a toltható oszlopok, amelyek próbálják lekövetni a növénynek a növekedését. És hát csak hogy érzékelje az ember, hogy mekkora is a terület. Ugye ezek azok a pontok, amit vettem a fáradtságot, GPS végigbandukolni a területen, bejárni a cikcakosan, hogy meg legyen minden egyes mérési pontnak a helye, centiméter pontossággal egy délelőtt. 8-tól délig a búza. Aztán csak, hogy egy kicsit a realitását mutassam a projektnek, nem lett jó, most az okait azt ne filtassuk, még egy délelőtt. Mint a vételezés, mint a feldolgozás, rengeteg növényt gyilkoláztunk le az elmúlt nyáron. Kiszedtük őket, de hát megokoltuk őket vizsgálni. Ugye megint csak az, hogy tudjuk, hogy a drón, amit messziről néz, és ugye beszélgetünk, hogy ő mit mond, meg tudjuk érteni, hogy azért mondja azt, mert például kevés a tápanyag, azért, mert valamitől szenved. Ahhoz bizony ki kell vennünk a növényt, és közelről el kell vele beszélgetni, hogy pontosan hogyan is érti azt, amit mond, adott esetben darabjaira szedni, ledarálni és elküldeni az Eurofins Mineralogy laboratóriumába, hogy ezekben a kapszulákban lévő szárból, gyökérből, levélből, illetve a végén már termésből szárazó mintákat egészen nagy pontossággal és rengeteg paraméterre vonatkozóan bevizsgálni. Vannak olyan minták, amik speciális
kezelést igényelnek. Nem lehet csak ugye, nem az van, hogy oda megyek, kiszedem, és mondjuk órákkal később bekerül a laboratóriumba, ahol majd bevizsgáljuk. Ez egy saját, tehát az Altikának a mezőgazdasági intézetében zajlik ez a metabolomikai mérés, Rabi, illetve Tibornak a vezetésével. De itt a kiszedett mintákat ott per helyszín le kell hűteni, ahhoz, hogy az ő beltartalmuk ne változzon meg, miközben elszállításra kerülnek és bevizsgálásra kerülnek. Úgyhogy abban a pillanatban folyékony nitrogénbe kell őket helyezni, ami látványos is tud lenni, kicsit ilyen diszkó hangulatok között kölcsönözve a mérésnek. Nem csak mintázunk, hanem különböző kézi eszközökkel a növényről közvetlenül is, tehát kontakt módon adatokat gyűjtünk, például a klorofil tartalmát meg lehet határozni ezzel a részvédékkel, illetve a levél felület indexét, tehát a levél felületnek a méretét, természetesen nem úgy, hogy így állak a készvédékkel, hanem ez csak a fotó kedvéért, hanem meg kell mérni a levélzet fölött, illetve alatt a beérkező sugárzásnak az intenzitását és a kettő arányából lehet következtetni a levélfelület nagyságára. Ez az a metabolomikai labor, ahol a folyékony nitrogénes minták kerülnek. Aztán ugye a Sikon Kft. Segítségével készül ez a webes adatkezelő, adatelemző, adatmegjelenítő szoftver, ami többek között például az egyik szenzor, ez egy nedvességmérő szenzornak a képét mutatja, ahol szép jól láthatóak azok a csapadék események, illetve utána kiszáradó, a nedvességet fokozatosan elvesztő talajrétegnek a nedvesség tartalma. De ez a szoftver lesz majd az, de azért, hogy ne, ez még egyelőre a BME-nek a művét dicséri, de majd ez az adatkezelő szoftver is képes lesz arra, hogy ezeket akár műholdról, akár drónról származó különböző spektrális tartományokban készült felvételeket megjelenítse. És úgy milyen érdekes az, hogy ezek Sentinel felvételek, tehát az űrből készült felvételek, de már ezek is kellőképpen jó felbontások azok ahhoz, hogy például azokat a művelő keresztbe behúzott művelő utakat is lehet rajta sejteni az űrből, amelyek egyértelműen megváltoztatják, ugye természetesen, hiszen letaposták az övényeket, a levélfelület indexet is, illetve az NDVI indexet, és azért jól elkülöníthetünk a búza, ami már ugye ekkor július elején felvételről beszélgetünk, már gyakorlatilag teljesen elszáradt, illetve nagyon jól látszik ebben az évben a cukorrépa sokat szenvedett, és nagyon jól látszik a cukorrépa területen az a fajta állomány belsejében található egyenetlenség, ami pont ennek a sok-sok negatív következmények sok-sok negatív hatásnak a következményében beállt. Például, hogy az itt parcella egyharmadát megtizedelték a barkók, ha jól tudom, és jól látszik, hogy ezen a területen ilyen sárgásabb foltok is jelzik azt, hogy itt valami baj volt. Azt mondják a növények, hogy itt valami baj történt. És végül az adatelemzés, illetve a döntéstámogatásért, mivel még az elején tartunk, olyan sok mindent nem tudok mutatni, de egy állat azok mégiscsak napraforgó. Az, hogy az egyre jobb kezelések, amik azt jelentik, hogy egyre kevesebb dózist, egyre fejlettebb permetezési technológiával kiutatva, a nullás kontrolltól kezdve, egészen a hetes, ami a legkevesebb dózis, legjobb módon kiutatva, azért szépen látszik, hogy napraforgóban az, amit szeretnék látni, az azért ott van, az majd jó kérdés. Ugye ez a termés, az körülbelül fél tonnás termés növekmény, ez majd a nap végén forintban számolva vajon mennyit ér.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.